Szikós, ugye? Jaj, Nóri! Bárki megláthat, neked családod van, nem lehet ennyire könnyelmű. A mi barátaink nem ilyen helyekre járnak. És különben is azt mondtam Andrásnak, hogy veled megyek koktélozni. Oké? Okay? Hát, lesz ott kok, az rendesen lesz ott kok, de tél az nem. Most meghalsz. Elvágom a torkod. 3, 2, 1. Komolyan azt hiszem, hogy meg akarja elni. Ez mi volt? Jézus, 3, 2, 1, egyedül maradna. Csak azért mutatok a debilet. Szavasz. Persze, hogy nem látszik az arcát. Biztos én szucka. Igen, biztos. Ecstasy, kóla. Nem, légy szíves, azt adom, hogy kóla. Tudod, ilyen kis ízé bora-bora, vagy mi volt a neve? Ja nem, ez egy sziget. Mi ennek a kis ízének a neve? Ja, Bolero, igen. Na, az a kemény tesó. Te 1000 éve ismered Katiékat, hogy nem? Hogy a lágba kell 67,5 fokos szöget szerkeszteni? Hagyd ott. Nézd a streamet. Segítek, hogy legyél sikeres. Nagyon szívesen adok ilyen tippeket. Tőzsdébe, vagy bármi. Azt akkor lefoshatod. Nekem azt mondta, hogy nálad fog aludni. Akkor ezek szerint hazudod. De most menjek végig a városon, keressen meg. Egész éjjel hívogattam már. Senki nem veszi fel a telefonját. Azt mondja, hogy lemerült. Tudom, hogy mindig feltölti azt a nyomorult telefont. Kérlek, hogyha tudsz valamit róla, akkor most mondja. Kérlek. Ne! Megértem. Így kéne neked is, Zoe, így széttenni. Szerinted... Zoe-val teljesen jó a kapcsolatunk. Samu! Az a vicces, hogy sokkal jobb, mint valaha. Végre tudunk normálisan beszélgetni és sértődés nélkül ugatni egymást. Tény, hogy... Ja, hogy ugratni, azt hittem, hogy ugatni egymásnak. Most csak az érdekel. Engem szeretsz. Tudod, nekem a szerelemről kicsit más fogalmam van. Legalább vedd el a virágot. Ezt a virágot mind a cafkádnak. Most mégis mit kellene csinálnom? Bocsánatot kértem. Annyira túlreagálja ezt az egészet. Úgy viselkedik, mintha legalábbis megöltem volna az anyját, vagy mit tudom én. Sandra keze van a dologban. Tudja, hogy tetszik neki Maja. Azzal ott fenn mi van? Komolyan. A Samsung felirat le van takarva ilyen szürke valamivel, tényleg? Azért, mert oda van írva, hogy Samsung... Meg. Hamarosan összeházasodnak, a lány pedig szülés után befejezi az egyetemet, és tornatanárnak áll. A munkája mellett Benjamin előadásokat tart a gyógyulásáról, hogy ezzel is erőt adjon másoknak. Olykor Anna is újra meghallgatja Benjamint, hogy emlékeztesse magát arra, hogy az ember életében mindig eljön az a pont, amikor véget kell vetnie az önmarcangolásnak, fel kell állnia, és tovább kell lépnie. Tudod, az utóbbi időben nem nagyon értjük meg egymást a férjemmel. Nem is tudom, miért mondom ezt neked. Nem. Folytasd csak. Jó itt. Írjon be egy egyest, akinél nem csak a karácsony fál. Mindjárt jövök. Ügyezzek. Mi? Valami olyan dolog, ami megváltoztatja az életünket. Otto én. Nekem faszom van Otto! Én terhes vagyok. Azt a gyerekek! Am I looking this good? Azt a de jól! Wow, what the fuck, tesó? Wow! Igen? Mi ez, Zoe? Ki csinálta ezeket a képeket? Bocsáss meg, már akartam veled erről beszélni. De ilyenkor miért mindenki úgy megy, hogy figyelj, törd ilyen, figyelj. Így remeg a szája, megmagyarázom. Miért azt mondod, hogy megmagyarázod? Nem, hogy így tudod, így kis csillesbe, tudod, így jössz. Ja, azok? Mert mi van? Mi a baj ezzel? Mi a probléma? Tudod, így megnézed? Ja, a régi ismerősen, mert ott voltunk. Így is lehet, gyerekek. Be kell fékelni. Instant. Megmagyarázom, hogy basztunk egyet. Szélni csak. Felcsaptálak modellnek. Ne haragudj rám.
Ja, hogy ezek ilyen pucérképek? Akkor ne, akkor mindegy, akkor nem számít, amit mondtam. Akkor inkább mutassátok meg. It's all about humanity.